hogyha az emberek olyat tanulnak, ami nem viszi őket előrébb az életükben. És ez az előrébb haladás, ez tudod micsoda? Ez nem azt jelenti, hogy ugrasz egyet előre. Hanem ez azt jelenti, hogy mondjuk innen indulsz, és akkor szépen, mint a tyúklépés, tudod. Haladsz előre, lépésről lépésre. Lépésről lépésre. Lépésről lépésre. Tehát emberek azt gondolják, hogy mit tudom én, innen egy ugrással előre lehet haladni. Nem lehet. Nincs ugrás, érted? Nincs. Nem lehet előrébb ugrani az életedben. Az árnyékodat ugod már át. Nem tudod átugrani az árnyékodat. Még átlépni se tudod. Tudod, mi az árnyékod? Az önmagad. Maga az árnyékod, az az önmagad. Tehát az az önmagad az, ami visszafog téged az életedben. És ha önmagadon nem vagy képes fejleszteni, akkor nem fogsz fejlődni. Érted? És az nem az, nem az a fejlődés, amikor megmondják neked, hogy itt vagy A-ban, és neked B-ben kéne lenni. És szív föl magad, legyél tele önbizalomba, és eljutsz B-be. És akkor az emberek felszívják magukat, érted? Volt egy olyan film, hogy hát szív föl magad, hát szívom, szívom, de nem megy. És nem tudom, mi volt a film címe, mindegy, de most eszembe jutott ez a film részlet. És lényeg az, hogy úgy lehet oda eljutni B-be, hogyha az embernek pontos módszerei vannak. Nézd meg a szakmádat. A szakmádban, ahol megoldásokat kell létrehoznod. Érted? Ahol te megoldasz dolgokat olyan szakmára. Tehát ne olyanra gondolj, ahol ilyen GPS-en dolgozol. Például, mit tudom, mondjuk egy villanyszerelőnek azt mondják, hogy hú, nem működik a villany, és mire befejezte a javítást, azóta működik a villany a házban, érted? És az azt jelenti, hogy megoldása volt rá. De ha nem ért hozzá, nem tudja, mihez kell nyúlni, nem tudja, mit kell csinálni, nem jut el oda, hogy újból világítson minden a házban, érted? És működjön az áram. Tehát az azt jelenti, hogy ahhoz érteni kell, hogy milyen lépéseket kell megtenni. Lehet, hogy te nekiállsz, érted, és 5 perc után nagyon csap az áram. Nem? Mert nem értesz hozzá. De ő ért, és őt nem fogja nagyon csapni az áram. Tehát lényeg az, hogy az embernek szüksége van megoldásokra, és minden helyzetben, ami szembe jön, és a szembejövés azt jelenti, hogy vagy hátra akar tolni, vagy meg akar állítani. Tehát ahhoz, hogy például ne toljon valami hátra, elég sunga kell előre haladni, nem tudom, világos-e. Tiszta fizika. Tehát, hogyha valaki nagyon lassan halad előre, tehát nagyon piciket halad előre, jön egy szemből egy megállítás, szemből egy energia, hát visszaveti. Érted? Már az a jobbik eset, ha megállít. De ha te kellő energiával haladsz előre, nincs, ami megállítson. Érted? Mert a te hatásod az erőteljesebb, mint az ellenhatás. Tiszta fizika. És ha az életedben nem úgy haladsz, ahogy kellene, az azt jelenti, hogy lassan haladsz előre, és jönnek a megállítások, jönnek az ellenenergiák, nem megállítások, ellenenergiák, és visszatolnak. Így működik az élet. És ahhoz, hogy ne így működjön, az embernek nagyobb energiát kell beleadni a saját fejlődésébe. És tényleg fejlődni kell. Tehát a tényleges fejlődés azt jelenti,
hogy egyszerűen vannak módszereid adott helyzetben is megoldott. És mi van, hogyha egy olyan helyzet van, amire nincs módszered? Hát akkor vannak itt személyek, akik adnak módszert. És ha esetleg ő se tud adni, mert ő se találkozott vele, akkor lesz olyan személy itt, aki tud adni. Lényeg az, hogy kell a módszer minden előrelépésbe. És de miért kell ez? Tehát olyan jól el voltunk tudás nélkül, nem? Hát miért? Gondold végig, mikor kezdtél el a saját személyes fejlődéseddel foglalkozni? Én tudatosan 91-ben, nem tudatosan 87-ben. De a legtöbb ember még el se indult a saját fejlődésében tudatosan. El se indult. Na most miért kell? Hát eleve egy olyan világ van, ahol nehéz boldogulni tudás nélkül. És nem, ez nem könnyebbedni fog, előre mondom, nehezülni. Tehát ha most nehéz, hát akkor nézd meg. Tehát 3 évvel ezelőtt könnyebb volt. Még 2 évvel ezelőtt is könnyebbnek tűnt. Sőt, még 1 évvel ezelőtt is könnyebbnek tűnt. Most nehezebb. Miért? Mert például úgy elindult a pénzed elinflálódása, amit rég tapasztalhattál, sőt, fiatalként sose. Sose tapasztaltál. Mert utoljára ilyen jellegű infláció 94 környékén volt. És azt még te lehet, hogy gyerekként élted meg, aztán nem is emlékszel rá. Szóval a lényeg az, hogy nehezülés van.